Szél Bernadett jelen van ezen az ülésen, akkor az ő személye és az ő pártja, az ő álláspontja az nemzetbiztonsági kockázat, és ezért most mi felállunk és elmegyünk a nemzetbiztonsági bizottság ülésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, csak amit előfúvalja szavaim, az egy nyilvános ülésre tett javaslatot államtitkárnak tett. Azon az ülésen nem csak Szél Bernadett, hanem mindenki jelen lehet, a sajtóképviselő is. Akkor én menjek ki, és akkor kell olvasni. Ne legyünk megbeszélni? Parancs, hogy ne. Köszi majd a sajtótájékoztatót. Jó, jó, itt bent teszem. Mehetek? Úgy látjuk, hogy Szél Bernadett és a pártja a Soros kottájából játszik, Soros megrendelésére, és ezért jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Köszönöm szépen. Láttam, hogy Németh Szilárd itt áll, oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy ez mi volt ez az akció, amit ugye a sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy ha van egy nyílt ülés, akkor ezt ő hogy gondolja, hogy én azon ne vegyek részt, menjek ki, és nézzem meg a 444 live-on, hogy mi történik, vagy mi volt itt a koncepció erre. És azt mondta, hogy ezt megbeszélhetjük utána, a sajtótájékoztatón után. És mondtam, hogy igen, örömmel várom. Mert hogy nekem egy célom van, hogy ez a bizottság működni tudjon, de akkor elmenekült. Én most megkérdeztem, hogy bejön-e, azt mondta, hogy nekem semmi közöm ehhez az információhoz, de hogy ő azt majd tudja, hogy mikor kell önnel beszélnie. Ez egyre rejtélyesebb kezd lenni ez a történet, és egyre szövevényesebb. Nekem azt mondta, hogy a sajtótájékoztató után, tehát ez most lenne, de hát én itt állok, várom, hogy jöjjön, mert szeretném ezt az ügyet tisztázni vele.